A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is rangos fellépőket hívtak az adivárosi tópartira. A legnagyobb sztárok a táncdalénekesek lesznek, hiszen Aracki László, Zalatnai Sarolta és Kós János is fellép, de emellett más programokkal is várják az érdeklődőket. Újdonságnak talán az számít, hogy itt lesz egy póniló, amit kipróbálhatnak a gyerekek, illetve kilátogat ide a tópart mellé Kuka Berci, a Győszor jóvoltából, és ők is tulajdonképpen különféle programokat fognak szervezni a gyerekeknek. Az idősebbek számára pedig este lesz a nagy koncert Aracki Lászlóval, Zalatnai Saroltával és Kós Jánossal. Délelőtt pedig a gyerekeknek is lesz gyerekprogram, zenés program a színpadon, valamint hát vendéglátás, úgyhogy mindenki szem, szája, ingere szerint válogathat a finom étkekbe, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és reméljük az idő is kedvező lesz a rendezvénynek. Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a sporteseményeken kívül más családi programokat is rendezzenek a városrészben. A korábbiakban itt Adivárosban nem volt hasonló jellegű program, sportrendezvényeink vannak, hiszen a Barátságpark adja magát, hogy évente kétszer egy nagy sportrendezvényt tartsunk, viszont hasonló családi programok, illetve koncertek még nem voltak ebben a városrészben. Hát azt gondolom, itt a tópartja adja magát azt, hogy egy remek környezet van, kikapcsolódási lehetőség, ezért gondoltam, hogy a tavalyi évben egy új helyszínként megpróbáljunk belevágni egy ilyen rendezvénybe, és hát a tavalyi év sikere bizonyítja, hogy azt gondolom, ebben az évben is sikeresen meg tudjuk ezt szervezni, és hát minél több mindenkire számítunk. A szervezők abban bíznak, hogy nem csak az adivárosiak keresik fel a rendezvényt. A tavalyi évben több ezer fő látogatott ki ide a tóparthoz. Tulajdonképpen ez a zenés-táncos rendezvénynek minősül. Ez is mutatja azt, hogy tavalyi évben mekkora érdeklődés volt, és több ezer ember látogatott ide. Nem csak a lakótelepről, hanem a belvárosból is jöttek érdeklődők. Úgy gondolom, hogy egynapos rendezvény, de ez is éppen akkora nagy szervezést és odafigyelést, koordinálást igényel, mint egy háromnapos rendezvény. Remélem sikerülni is fog nekünk. A tavalyi tópartihoz képes változás, hogy több program ingyenes lesz. Így nem kell fizetni a sétakocsikázás mellett a légvárért és a kisvasútért sem. Sőt, a gyerekek emellett egy pónilóra is felülhetnek a délelőtti órákban.